Évekkel ezelőtt kisbolt működött itt ebben a sarki épületben a Szekszárdi Béla király téren. Az önkormányzat nemrég azonban megvásárolta az ingatlant. Máté Péter, a helyi Fidesz frakció vezetője, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy idén már ezen a helyen vehetik át a 65 év felettiek a karácsonyi csomagjaikat. Ezt mindenképp fel kell újítanunk, de első körön erre alkalmas, hogy a csomagot itt kiosszuk. Ez mindenképp jobb, mert a Garai térhez képest több a megállási lehetőség. Szeretném hozzátenni, hogy 10 darab parkolóját alakítottunk ki a Béla király téren, ami hamarosan üzemelni fog. Erről a táblanyomta készítésre várunk, de ez napok kérdése. Úgyhogy itt van előtte 10 plusz parkolója, ami eddig nem volt. És az épületet viszont hirdetjük, vagyis ezt a részét. Szeretnénk, hogyha itt újra élelmiszerárusító hely lenne. Ezt a vagyonkezelő KFT, ha jól tudom, már föltette a hirdetést, tehát mindenképp keresünk olyan bérlőt, aki élelmiszert árusítana ezen a helyen a későbbiekbe. Hozzátette, hogy ebben az évben még biztosan nem adják ki az ingatlant, így a ledes izzókat és a karácsonyi csomagokat is itt lehet majd átvenni. Utóbbira egyébként a 65 év feletti lakosok október 16-án kezdhetnek el regisztrálni. Erre egészen november 3-áig van lehetőségük. 7. alkalommal fogják az idős szekszárdi polgárok ebbe az ajándékcsomagba részesülni. Annyit kell ehhez elmondanom, hogy tavaly 2000 forintról 4000 forintra, az idejében 4000 forintról 5000 forintra lesz megemelve a csomag tartalmának az ára. A 65 év feletti polgárok jelentkezhetnek telefonon, csak telefonon. A 74-999-333-as telefonszámon. Jelentkezni tehát október 16-ától november 3-áig lehet. A legalább 8 termékből álló minimum 2 kg-os csomagokat december 4-től 15-ig tudják majd átvenni. A 65 év feletti szépkorú polgárok a Tolnai vármegye székhelyen.